gyerekek, üdv a csatornád, Keeper in van, és megy a koholmány, a kohóba benne, nem tudom, hogy mit énekelek, de jó nagyon. Ez teljesen improvizált volt, úgyhogy bocsánatot kérek, de viszont jó hírem van, gyerekek. Van rajta óra, tudni fogja a Keeper, hogy meddig kell dolgozni, meg meddig nem, hogy igazából mennyi az egy óra. De gyerekek, elfelejtettem az előbb elindítani a videót, annyi történt, hogy itt elkezdtem, idejöttem ehhez a kóhoz, azt elkezdtem gondolkozni, hogy kiszedtem mindenhonnan mindent, csak kizárólag ebbe a kóhóba hagytam a stone-t. Na várjatok, de viszont nincsen elég fám, meg nincsen egy csomó mindenem nincs, úgyhogy kellene szerezni, kevés. Hol a fám egyáltalán? Hol a fa főnök? Hol a fa? Várjál, van fám? Ja, van fám! Jaj, azt hittem, hogy nincs fám, jaj! Superman! Nem Batman, Superman-es pólóban van a Keeper. Na gyerekek, tényleg vágjunk bele a lecsóba. Egyébként úgy vakítanak ezek a lámpák, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit így elhajtom, mert azért nem tudom, mi történt. Most annyira vakító. Igen. A követ szerintem, de mindenhova kellene bepakolni minden dolgot, és úgy csinálom, hogy elosztom, hogy legyen bőven dolog. Nagyon sok acél kell. És nagyon sok minden, mert a Keepernek van nagyon sok dolga lesz ám. Mi vagyunk? Túl vagyunk terhelve, elkezdi, figyelek. Na, akkor turn on, mindent bekapcsolunk, minden. Gyerekek, melyikben van a legtöbb vas és a clay? Az nagyon fontos. Úgy látszik, hogy a bal alsóban, nem, a jobb felsőben. A jobb felsőben van a legtöbb. Úgyhogy, akkor ezt oda berakjuk, és berakunk 99 darab fát. Meg akkor rakunk be még ide vasat, hát ne pittyeg, legyünk egy pittyeg, várja, oda lesz pittyeg. Ne pittyeg, és Anyika meg ne ássál, meg ilyen dolgok ne történjenek, jó? Ide berakunk clayt és vasat még, hogy akkor beedjen befele, meg akkor acélt kellene gyártani. Sanyika, ne ássál, mert megvan itt az. Oké, acélgyártás beindult ezerre, és a következőket is be kellene indítanom, ugye ide direkt raktam ilyen 99-es pakkokat. Ide, hát mind a kettő kellene, úgyhogy akkor menjen bele a vas, és menjen bele egy kis clay, jó? Oké, gyerekek, akkor nyomunk egy turn on. Ide mi kellene? Hát ide mind a kettő megint, akkor megint rakunk egy kis azért, vasat meg egy kis clay-t, és 99-es pakkal beindítjuk, oké. Ide mi kellene? Hát ide inkább iron kellene, amire végre örülünk. Lehet, hogy kettő is fogunk szedni, és rakunk egy 99-es fát, és beröffentettük. Ez az egy hiányzik, ebben mi kellene? Hát ebben is az iron kellene, aminek nagyon tudunk körülni, és a maradék clay-t is berakjuk, meg berakunk egy 99-es fát. Bocs, hogy ezt mindig meg kell csinálnom ilyenkor, de ez van, gyerekek, ezek mennek meg a bárányi felhő. Ja, oké, egy kicsit össze kellene pakolnom, még az összes cucc, ami nagyon jó dolog. Várjatok, ami nem kell, a mai nap folyamán mindenképp kellenek rengeteg fegyver, de egyelőre még azt hagyagoljuk. Pakoljunk ki mindent, aztán utána majd visszapakolok, mert itt bajok vannak. Kellene csinálnom kaját, ugye? Már megint nincsen kajám. Viszont a fából itt azért nem kellene annyit bepakolni. Szerintem alapanyagom, egy tojással nem megyünk el bucsóba, viszont a 30 valahány darab husival legalább tudunk csinálni 8 husit. A maradékot berakjuk. Gyorsan nézzük, ezt is berakjuk, van gombánk is, jaj, nagyon tudok örülni. Berakunk a vizecskéhez való dolgokat, ez az egy dolog van, a vizecskét. Szerves craft, és akkor már használjuk ezt a stone. Gyerekek, stone-hoz van bőve, mi? Így, jó. Egyéb crafthoz rakjuk be a nitritet, az ólomhoz rakjuk be az olmot. Ezek maradjanak, jó? Egy-két dolgot hagyok. A fa az lehet nálam, javítókészlet lehet nálam. A frame, ezt a frame-et leszkrepeljük. Úgyis majd csinálunk, ha kell. És ezt a buzogányt is. Hát ásni valószínűleg nem fogunk. De mondjuk lehet, hogy elmennék dolgozni még egy kicsit. Még van egy kis időm, nem? És rengeteg lőszer kellene majd, úgyhogy az lesz majd nálunk. Gyerekek, 15 óra 50, úgyhogy még addig elmehetnék egy kicsit valamit csinálni. Vagy például is tudnánk csinálni a... Hú, egy csomó mindent írtatok, és egy csomó mindent meg fogok fogadni.
Hogyha véletlenül nem elfelejtem, akkor bocsánatot kérek érte. Oké, gyerekek? Na, figyeljetek, akkor itt meg ki tudnám számolni, hogy hány blokkra kellene pakolni, viszont ilyen frame blokkot azért csinálhatnék, mert itt nem tudom miért nincs egyenlőre. Ugye, hogy világ... De nézd már meg, milyen világ is van, bazzeg itt! Ettől az egytől, hallod? A sokkal világosabb idős zalagútba szerintem. Úgyhogy ez jó fog működni. Ja, izét kellene majd szerezdel, hogy ilyen földet tudjak csinálni, de egyelőre ettől a blokktól, ez várjál, itt van, ugye ez ide került, ettől a blokktól kellene nekem keletre egy, hol van a blokkok? Megcsinálhatnám a világítást akkor már, lehetne egy, kettő, három, négy, várjál, ide került, ugye? És ide kell. És akkor ugye újra tervez, mert nem oda került, ahova éppen akartam. Ettől a blokktól 1, 2, 3, 4, 5. 5-re, mind a kettőt. 5-re kellene. 1, 2, 3, 4, 5-dik. Mind a kettő az 5-dik. Keletre. Oké, gyerekek? Azt fölvegyünk, aztán megcsináljuk, mert miért ne, meg hogyha esetleg útközben találunk bármit, akkor összeszedjük. Meg készülünk a hordára, valószínűleg ebben a részben akkor meg szeretném ejteni a hordázást, mert az mindig jó, de szerintem ott az jön be a fény, gyerekek. Jaj, de jó lesz. Na, itt égnek a dolgok. Melyikbe ég az acél? Ebben ég az acél, ugye? Meg még a tudok csinálni, ugye, mert közben. 49. Nem kellene majd elhasználnom, mivel valószínűleg, hogy kell a javításhoz is, de még azért fel kéne upgrade-elni azok, amik el lesznek maradva. Mert ugye írtátok, hogy a gyakabba fognak potyogni a zombik, ha nem figyelek. De most kicsit még úgyis van egy kis szabadidőnk, akkor menjünk. Ja, meg írtátok, hogy tudom ugye megoldani azt, hogy jöjjön a sikító zombi. Norvég írta, hogy valószínűleg nem sok értelme van annak a ketrecnek, viszont zombi várónak tudom használni. Rengeteg dolgot akarok mondani, na! Azért nem tudom, nem érdemes befogni a sikító zombit, mert csak háromszor sikít. Viszont, ha rakok le sok fákját, vagy tábortüzet, vagy ilyesmit, akkor ellenben folyamatosan jönni fognak a zombik, mert nagyon nagy meleget termelek, arra meg például jó lesz az a képződmény, amit csináltam, hogy ebbe beállok, és tudok folyamatosan farmolni XP-t. Úgyhogy a zombi horda után mindenképpen az lesz. Ja, szabadás is eldőlt nagyjából, mert írtátok, hogy nem akartok olyat, hogy én menjek most. Néhányan írtátok csak, hogy jó lenne körülnézni, csak nehogy beessék ezekbe a lukakba, félek tőlük. Ja, igen, itt van egy luk. És akkor 5 keletre, ugye? 1, 2, ja, és itt vannak a bajok, látod? És itt majd meg fogjuk csinálni ezt a platót, csak végezzünk ott be mindennel, egy csomó annyi mindent szeretnék csinálni. 3, 4, és akkor a következőbe lesz. Itt egy kicsit kell kopogatnom. Jó, nem már, éhesek vagyunk be. Éhesek vagyunk, kaja nincs nálam, pia az van. Elnézést, csak itt megnézem, hogy ne maradjon semmi ott. Jó, és akkor 1, 2, 3, 4, és akkor itt fogjuk kijutni. Remélem, hogy jól sikerült. Eltalálnom, adjunk neki, gyerekek, leássuk magunkat még egyszer, meg ugye majd még egyszer, és akkor meg fogjuk látni. És akkor lassan elkezdhetek ültetni, és csak ugye ma például zombi horda van, nem baj, zombi hordáig azért el leszek még itt. A belső teret is egy kicsit máshogy szeretném kialakítani. Ja, meg clay-t kellene szereznem, mert ugye nem nagyon van clay-em. És az meg viszont kellene az upgrade-eléshez. Jó, egy csomó mindent kellene, gyerekek. De mindegy, ezt a kettő lyukat ezt leásom. Meg egy kicsit meg akarom csinálni annak a belsejét annak a kertnek. Egy kicsit ilyen boltívesre, hogy valamit ki akarok vele találni, mert olyan kis elcseszettnek tűnik. Meg remélem a belmagasságom jó lesz, mert azért is egy kicsit aggódok, úgyhogy... Ó, itt ebben a játékban tényleg, ez szerintem minimum meg fog érni egy 100-150 részt biztos, mert ugye az elektromossághoz nem, hogy még lövésünk sincs, de még azt se tudjuk, hogy kanyarban vagyunk még sem. Még ide
ide Makó körülbelül, vagy nem tudom, vagy Makótól Dubaj, olyan messze van a játék vége számunkra, mármint úgy értem a játék vége, mert igazából végtelen a játék, hogy elérjünk így nagyjából mindent. Na, csapjuk neki. Na most már lejelentünk volna. Azért ez a zombi, amire itt leásná magát gyerekek, meg ugye fölülre is fogok csinálni egy acél, minden acél lesz. Nem fogunk beton... A betonból mindenképpen föl fogunk mindent upgrade-elni a célra, még a padlót is, úgyhogy nem lesz itt appelláta. Na, itt mindjárt le kell, hogy érjek, mert már látjuk a zsákunkat. Hálózsákot, arra gondolok, várjál már. Ja, meg mondtátok, hogy kezdjek-e már lyukkázni. Ne igyem ezt a vizet, mert a víz az csak a izé... Fürdésre kell szabad használni, Fater is ezt szokta, de vizet nem szabad bevinni. Fürdést az fiam csak a... Vagy a vizet csak a fürdésre használ, de ígyad meg, mert abba csinálnak csúnya dolgokat a halak, szokták oddani. Gondolom, egy-ketten tudjátok, hogy mire gondolok, hogy mit csinálnak a halak benne. És itt már megint a nitriten vágom keresztül magam. De jó, hogy föltettem az órámat, legalább tudom, hogy zorrámat tudom, hogy hány óra van. Nem mintha bármennyire számítanám, mert igazából mindig ilyen random vég szokott lenni a vége a részeknek. Hoppá! Honnan nézzék? Tök jó! Gyerekek, nagyon jó, nagyon tetszik. Jaj, de örülök itt, de most húzás van vissza. Gyorsan megyünk vissza, megyünk föl, eszünk addig először közben egyet. Még durrantok rá egy kis acélt. Aztán, hogyha ott leég az acél, akkor átrakjuk ugye az öntőformát, meg az ülőt a másikba. Hol van az acélunk? Itt megy. Hát még 14 percig, úgyhogy gyerekek, jó lesz ez. A kajám az már biztos megsült, egyébként nincsen itt valami kajám, de még itt is vannak, úgyhogy ezeket is meg tudnám eszegetni. Együnk akkor ilyen kajákat. Oké. Okay. Ja, Clay-t azt kellene szereznem, hogy tudjak upgrade-elni. Hát ez valószínű, hogy csak reggel... Na, ássuk le magunkat még egyszer, nem? Spuri vagy gyerekek, kaját megettük, jó van? Együnk még egy kört. Várjál már! Ja, van nálam frame. Megcsinálom azt a platót valószínűleg, akkor a tetejét már meg is csinálom, leburkolom, csinálok rácsak meg mindenféle dolgot. Aztán akkor az tök jó lesz. Egy kicsit sötét most, ne haragudjatok, de annyira világítanak ezek a lámpák, hogy... Egyébként akkor sötét a feje a Keepernek, hogyha a fejed póló van rajta. Ez ilyen kamera gondolom, hogy dolgozik. És nem piros a szemem, de addak tűnik, úgyhogy bocsánat. És 30. nap környékén leszünk, és 30. naptól ugye újra fognak spawnolódni a dolgok, és például így az az erdő, gyerekek. És például ugye a bányát újra tudom lootolni, és minden helyet, amit eddig kilootoltam, azt újra tudom majd lootolgatni, ami tök jó lesz. Na várjál, hol van a idejem? Merre? Aha, itt van, jó. Jaj, ide nem kell. Csalkányolnom kell, gyerekek. Ó, arra se vegye meg. Na bocsász, de itt ez csalkányolni kell. Francessen bele. Megint ugye 5. 5 távolságra. Ja, tudom, ne kattogassak, mert halljátok. Egyébként kell vennem egy csendesebb egeret, mert annyira behallatszik a felvételben, már én is észrevettem, és gondolom baromi zavaró tud lenni számotokra. Tényleg bocsánatot kérek érte. Főleg amikor így... Na. Felupgrade-elek valamit, vagy ilyesmi. Na nézzük, akkor megint ugye keletfele kell erre orientálódni. Azt mondja, hogy... Egy, hát... Csákányolhatok. Kettő. Egyébként az egyik videó alá, kettő videóval régebbi alá, arra, amelyik vasárnap került ki. Egy srác küldött egy videót, amiben le van írva, hogy hogy kell ezt megcsinálni egy ilyen kertet, hogyha föld alatt akarod, de szerintem kb. Belenéztem, de kb. Ugyanabba gondolkodok én is. Csak megmondom őszintén, hogy azért nem akarok ilyen videókat nézni, mert szeretnék nagyon rájönni az ilyen dolgokra. Úgyhogy remélem, hogy rájövünk. Belenéztem, ott is úgy csinált, azt hiszem, hogy ilyen tárnákat csinált, ugyan hasonlóképpen, mint én. Nya! Adjál neki Sandort!
Hol van egy Tesco-s kólám? Nincs itt a közelbe? Már 1, 2, 3, 4, és akkor ott. A következő lesz, ugye? Jó, hát itt ezt a hegyet majd el fogom bontani, aztán csinálok ide egy ízét, egy normális platformot. Ó, te fiú! Igen, és akkor ott kell majd leásnom, ugye? Itt a fölöttem megint... Nehogy azon múljon, érted? Ja, nehogy azon múljon, hogy nem megy le a fény, hogy fölötte van valami. Na, adjunk neki, Sagyi. Meg az alját megcsinálhatnám, berácsozhatnám, meg ilyesmi, de úr, klét kellene gyűjteni. Most mondjuk lett egy-két kléjem, de... Tudom, a kóból tudnék kivenni, meg a kóból tudnék visszavenni, úgyis, hogy visszasütni, de nem akarom. Közben majd betont is kellene csinálni. A köveset elindítottam? Köveset elindítottam, ugye? Jó, akkor az is megy. Na, ezt a kertet be tudom fejezni, hogy ez kertbe indul, akkor nem kell a kajával vesződni, és akkor több idő marad. Mert ezzel például tök sok idő elment, hogy mindig, mint a három naponként menjünk-e vadászni, nincsen róka, nincs ez, nincs az. Azt nem tudom még, hogy honnan tudnék szerezni nagyon sok rothadt húst. Mert az például nem lehet a izékből, ugye zombikból nem lehet, hogy szét tudom csapni azokat, hogy lesz belőle. Ilyen kutyákból, meg ilyen hülyeség, medvékből adja meg a madarakból, de... A zombikból nem értem, miért nem jön. Régen a zombikból jött leginkább, azt hiszem, a romlott hús. Ezelőtt elkezdtünk ütni egy zombit, azt nagyon nem jött belőle semmi. És mindenképp horda után ki akarom próbálni ezt az XP formulást, hogy nyújtunk egy csomó fát. A hőre jön. Az a lényeg, úgy van megoldva, utána is olvastam ennek, hogy... De oda nép, az itt egyre fényesebb van, hogy jövök le. Nem értem pontosan, hogy működik ez. Ja, hogy a hőre jön. A sikító zombi a hőre jön, és a sikító zombi vonza a többit. A... Miért látok, hogy csoda, hogy nem jön nagyon rám? Mert ég adkohom. Azt a rohadt ez a gyerekek. Villámlik az ég. Villámlik a dörög az ég. Na, villámlik az ég. Megtaláltuk a vasat is. Homok. Na mi van? Adjál neki, adjál neki! Csináljuk. És nézd meg, milyen sok vas jön, látod? Azt mondtam, hogy kifogtunk egy ilyen vaseret. Nem aranyeret, hanem vaseret. Ó, de nézzél, milyen jól néz ki! Várjál már! És akkor úgy terveztem. Álljál le! Álljál le, álljál le, álljál le! Megcsinálom itt ezt a belteret, mert idegesít, hogy nincs megcsinálva. És baszik, hogy behallatszik? A hang az, hogy terjed ebbe a játékba? Kb. Sehogy gondolom, meg nem tudom. Ezt kiütjük. Csinálok egy ilyen asztalot tél, bebaszokatlan kiütni, de megette. Csinálok egy ilyen izét. Ilyen tarnaszerűt. És akkor erre meg egy lapot. Várja, mert kéne még frame, mert frame, frame, frame. Szerintem legyen még egy 50... legyen frame-en, hát ez egy alapvető dolog, hogy legyen. És akkor... Beakadt a játék? Ilyet kopizunk. Meg lekopizzuk, hogy hogy áll, és akkor ide rakok egyet. Oké. Okay. Egyébként úgy tudom, hogy a különböző blokkokon is átmegy a fény valamennyire, de én azért is akarok rácsot rakni, hogy legyen autentikus a dolog. Jó, ez egyelőre jó. Figyelj akkor most ide. Iron bars. Oké. Okay. Így jó. Szerint... Jaj, nem oda akartam fölülre. Mondjuk így se rossz. Hanem alulra akartam. Hülye voltam. Bocs, bocs. Ide. Nézd oda. Hm? Milyen?
Szerintem folyik. Látod? Ilyen rács. És azért akartam, hogy legyen ilyen belül is egy ilyen kürtő része, hogy úgy jobban néz ki. De az lesz, hogy mindjárt várj. Na mindjárt kopizunk. Csinálom közben, bocsánat, csak annyira gondolkodik a képen, de mondjuk nem annyira jól néz ki. Egy ilyen sűrűbb rács lehet, hogy oda jobban néz neki, ugye? Ja, van, mindjárt kiderítjük. Ezzel is ki kellene ütögetni. Az mi? Hát de nem, nagyon nem akarok ám oda ütni, aztán mégis sikerül elcsesznem. Hogy ugye? És akkor megint kopizhatom azt a szart. Jó, és akkor most jól rakja. Oké. Okay. Na gyerekek, kettő megvan. Tök jó néz ki, tök jó. És remélem, hogy működni fog, tényleg nagyon. Erre is tudok állni, nem? Tudok hát. Jó, kopizzunk egy olyat. Közben üssük ki. Ha nem ütném ki a lapot, akkor nem kéne újra rakni, úgyhogy jön, jól lenne, örülnék. Tudok már rakni? 1, 2, 3, 4. Tökéletes. Tökéletes lesz, gyerekek. Így, 4 kürtő. Oké. Okay. Ja, olyan, kicsit olyan sötétnek tűnik a berendezés, de nem tudom, hogy miért. Na, menjünk ide is fel. Ízét csinálok, tényleg egy ilyen... Appics. Úgy kéne az egész kürtőt egyébként, ha kifalazná az ember, de... Hadd ne álljak neki annak, gyerekek. Képesek lennétek azt így végigvárni velem, mi? Az egész kürtőt kifalazom belül. Nem lesz olyan, nem lesz olyan, gyerekek, ne örüljetek. Kívül annyira nem őrült meg, eléggé megőrült, de azért annyira nem. Viszont valami sűrűbb rácsot fogok rakni, mert nem annyira tetszik ez. Úgyhogy válasszunk már valamit, vagy nem tudom, van valami olyan tök jó? Nem bassz. Valami tök jó, tök jó. Ilyen karika is van, bazza, ilyen... ilyen lyukat belerakni, de jó lenne, figyelje! Figyelje! Ó, ez tök jó! De hülye voltam, ilyenből is meg lehetne a kürtőt, nem? Ilyenből viszont egy blokkból meg tudnád csinálni a kürtődet. Ellen meg... Nem, ez nem tetszik. Bocs, gyerekek, de... Tudom azt a tökölést, vagy nem tudom, szeretitek ezt a tökölést, lehet, hogy annyira nem. Van csigalépcső, beszart, bazza, nem is tudtam, hogy van csigalépcső, akkor tudnék csigalépcsőt csinálni. Hány blokkot foglalna egy full csigalépcső? Ha? De jó lenne, akkor tudnál egy csigalépcsőt. Itt vannak itt olyan dolgok, de a figmor sincs a dolgok, még mindenre. Na, nézzük, vannak ilyen rácsok, ilyen. Az mi az, hogy dinamikus? Ahol fordulj már el, ilyenkor le tudom kopizni a rotation-jét? Le, de jó. Várja már, nem így kellene. Így, úgy volt a jó. Így. Csak jó, nem? Ilyen szellőzőszerű. Hát remélem... Hoppa. Szerintem remélem átmegy rajta a fény. Na ezeket nagy vasból csináljuk. Na, tök jó. Na, éhes vagyok, szomjas vagyok, vagy? Ja, azért dörög az ég, mert ugye mindjárt balhé lesz. Mi az a mindjárt? 19-22, jó van, azért még van időnk. Ezt elviszem innen ezt a bedet, nehogy valami baj legyen belőle esetleg.
hogy ez itt van. Ezt így megcsináljuk ilyenre. És igen, Clay kellene ugye, hogy ezt fel tudjam upgrade-elni, és kitaláltam, hogy mindenképpen ilyen oszlopszerűen meg fogom csinálni kívül. Ja, meg romlott hús kellene, de lehet, hogy most neki fogunk állni egy kicsit. Jó, hát itt ezt beteszem ezt az ajtót, bár sokat nem ér. És egyébként szerintem ez elég világos, úgy gondolom. Most nagyon nem lett az, mert ugye mindjárt lesz balhé. Ja, 19-28. Kaját azt fel kellene tuningolnom nagyon maxra majd. Piát is nagyon maxra, hogy azra már ne legyen gondom. Ha megint zombi van, gyerekek, halló hangját. Baze. Írva van minden? Azt a bet, büdös! Sikít a zombi! Au! Mit keresett az itt benn? Mi az? Ajjaj! Bazen, én ütöm a saját idei bunkeremet. Mami! Azt a betyár úristenet! Mit keresett itt bele ez a csaj? Hallod? Azt a betyár. De ez mi? Hoppá! Itt egy rendőr zombi dick. Mi a szar? Sőt, még egy rendőr zombi valahol. Megőrülök, mi van itt gyerekek? Még nincs horda. Ó, te fiú! Hú, te fiú gyerekek, mi a szar van itt? Nem drop, scrap. Mennyit ütnek le belőle? Nézzük meg a javítókészlettel. Ilyen stage 9-8. Hú! Hát elveszhet a külső védelmizódat, de mi a szar van itt? De te mit keresett itt az a csaj? És valaki még ordítozik. Ott mászkál valaki földön vagyok. Big mama! Most már egész jó az XP-m. De ez hogy került be? Ez vásta magát valahol? Várjál már! Megkére ellenőrizni kell. A féreg lyukat írta is valaki, hogy ellenőrizzem, mert bajok lesznek. Ja, itt. Tudom javítani a vizet? Homokot. Homokkal meg Clay-jel beszarsz. Nem tudom, hogy te már rendetlenkedtek. De kell hozzam acélt, meg kell javítanom a dolgokat, gyerekek. De ez hogy került be, ez besétál? Na várj, ezután tenni, be kell tenni a lajtól, dick. Azt a betyárul is teheteket. Na, nézzük meg, mi a szituáció. Mennyi van még benn. Oké, okay. 280 van. Ezt leszkrepeljük. A lágyat le kéne rakni valahova, de nem tudom hova. Szerintem ide lerakom, nem? Ez egy jó megoldás lesz itt. Ja, ott jó lesz. 280, azból tudok egy csomót csinálni. Hol van a nélganom? Oké. Okay. Oké.
És ugye a javításhoz is kell majd gyűjteni, várja. Hogy állom közébe? 2400, jó. Az kell majd cement, úgyhogy az legyen. Új, nehogy megszívasson a gyerekek éjszakaimmal. Kezdek félni. Ott egy Big Mama. Ne kapkodj, Keeper, ne kapkodj! Neked volna Google-on, de olyan hülye vagy Keeper ma. Nem baj, meg volt ez így is. Na, javítsunk meg, 28 blokkot tudok. Itt kellene figyelni, nem? Kell beton is. Szírót verve. Kell beton. Oh, kablusztom meg beton. Miért az utolsó pillanatra hagyok mindent? Nem tudom, hogy van egyáltalán kablusztóra. 50 darab beton van. Fa van. Van egy ötletem. Ezt a leszkreppelem mi lesz belőle, úgy? Nem cobblestone? Tudom, hogy ez ilyen blokk, de most ez nem kell nekem. Sima kő. Ott a fiú. És mondjuk ennek annyi értelme van, hogy ezt tartom. Megint idei, megint kapkodás van a végén. Ó, van egy csomó clay-em. Miért hittem, hogy nincs clay-em? Azért nem gondoltam, hogy... Miért hittem, hogy hogy nincs. Nem 500, 1000 darab kell. Na ugye kell máshova is. Nem tudom, hogy miért hittem. Készül ugye, nem fel van, csinál, jó van, oké. Csináljuk meg akkor az acélnek a felupgrade-elését. Ezt utána majd csináljuk a többit. Ja, itt vannak. Ez is. Nézzük meg, mi van még? Itt van egy csomó, ugye? Ez. És ez. És akkor szerintem itt minden egy a cél. Akkor jöhetne majd a többi. Hogy? Na gyerekek, akkor itt igazából, itt is ezt is meg kellene. El is fogyott az acél, hát az acél az jó gyorsan fogy. Jó van gyerekek. Bazen félek, most kezdek el félni a hordától. Azt hittem, hogy minden olyan hót egyszerű, ez nem biztos. Mert például acél az még jó lenne volna, hogyha van. Gyerekek. Menjünk a francba. Áááá, félek komolyan, most nagyon parázok. Gyorsan. 34. Ki kellene venni ebből, és akkor belerakni mondjuk amelyikben sok van. Ebben rengeteg van. 339. Jó. Okék vagyunk, gyerekek. Okék vagyunk. Ebben meg mi a helyzet? Mert turnorra olvadjon befele szépen. Oké. Nézzük át még a dolgokat. Nincsen benne a célom? Például a bepakolva? Vasba? Nincs. Mit keres fa itt, basz? Mi van? Mit keres itt? Nincs. Ez például. Oh, gyerekek, azt a rengeteg... Mit csinálsz, Keeper? Nem oda rakod, befele rakod. Azt a rengeteg vasat mind beolvasztottam, hát nem is hogy van a célom. A cél. Jó, meg kell javítani a dolgokat. Azt nézem, hogy mit lehetne még. Van érte? Itt ezt akartam. És én elfogyott. Gyorsan fogy. Basz, acél ketrezdik. Gyorsan fogy. Jó, nincs semmi baj, gyerekek. Nézzük át a buffokat, nézzük át a lőszereket, nézzük át, hogy mi kell nekünk, hogy nálunk legyen. Jó. Lehet, hogy fegyverre fogunk elsősorban menni. Gondolkozz, Keeper, gondolkozz. Először is, mi az, amit kirak? Stone. Nem kell. Ez nem kell.
Legyen nálam cobblestone, halljátlan valamit, bármi, nem tudom mit javítani kell, legyen beton, legyen ez. Nem, elég egy adag beton. Oké, akkor amit ki kell rakni, ezt. Motor, minek nálam, nem tudom. Legyen nálam, egy a fene. Ezt kirakjuk. Nem tudom, nagyon gondolkozok, hogy mi az, ami jó lenne, hogyha nálam van, vagy... Gyerekek, komolyan mondom, meg vagyok örülve, meg vagyok félek, vagy parázok, vagy nem az, hogy annyira félek, érted, nem az a cipus fél, hanem az, hogy jó legyen minden, várjál, izét, ami nekem nem fog kelleni, most, az ásó, az biztos, a csákányt hagyjuk, szétszedni nem fogunk semmit, ugye? Most ezeket át is pakolja egy kicsit az a keeper, és akkor gyógyszer viszont kellene nekem. Ami kellene nekem, painkiller, lehet, hogy kell. Legyen nálam. Ez mit ad? Ranged damage. Oké, benyomjuk. Ezeket be fogjuk nyomni buffokat. Ez mi? Ez damage migration, ez mi? Annyit felfogok? Várjál már, ide kell mindenképp egy ilyen. Ide kell mindenképp ilyen. A többi az legyen itt, jó? Akkor annyi még, hogy... Gondolkozzál, Keeper, gondolkozzál. Ja, ezért akartunk. Hány óra van, basszus? 21:30. Írtátok, hogy le vannak amortizálódva... ...armorjaim. Úgyhogy azzal is kezdünk valamit gyorsan, jó? Bár jó lett volna, hogyha van a heavy, ugye? Ilyenkor. Mi az? Mivel javítja? Ó, te! Mivel javítja? Gottal javítja ezeket csak. Semmi gond. Megjavítjuk őket. Jó, gyorsan. Ó, elég ebből, baza. Stone. Berak. Szelmes craft. Úgy. Az italokat együnk. Bőven. De miért ezt csinálta? Ha, miért ilyet csináltam egyáltalán? Nektök szar? Nem ugyanaz? Várj, food, water. Miért ezt csináltam? Mit kapkodtam? Ó, de hülye vagy, Keeper. A kapkodás mindig. Nem baj, semmi gond. Igen, szomjazni fogunk tőle, nem baj. Istenem. Miért ezt csináltad, Keeper? Ja, szerintem tök rögtek rajta, hogy én mit idegeskedek, ugye? A piros a fejem is, baza. 33 kaja, jó. Nézzük itt is. Az ilyen. Lockpick szukesz, figyeled? Olyan talán. Ez is izé... Nem igazán bokkal járnak való. A fiát kellene magukhoz venni. Ne akadj be most, ne akadj be! Ne! Úristen! El vagyok feledkezve! Kaján! Jaj! Elfeledkeztem, baze! Ennyi idő van! Mit iszok, ennyi sört? Kurva igaz. Nem feledkezett a Keeper, bazen. Azt a rohadt életben nagyon gyorsan, várja, mit akarok. Ezt be akartam nyomni. Várja. Mit akartam csinálni? Na most fosom össze magam. Jó. Úristen, mi az az akadás? Csak mindig szomjas vagyok, amúgy. Jó, várjál.
Na a probléma, hogy gyerekek, minden oké. Kell majd acél. Mi a fasz volt ez? Hol van a remlő zombi dikasz? Jézus Mária! Egy dolog nem tetszik, hogy mindenhonnan támadnak. Tik. Mi az ordítás? Megint valami rendőr valahonnan. Azért ilyenkor esküsz. Ez hogy bugolt be, vagy mi volt ez? Tuti, hogy bugolt be. Nincs küldve semmi. Hogy jött be, gyerekek? Hát hol jött be ez a csávó? Ezek hogy állnak? 9-8 jó van, nincs semmi gond. Na hát ilyenkor nem nagyon vagyok beszédes kedvembe szerintem. Megint rendőr. Gyerekek. Az a baj, ha egyszer bebugolt, akkor többször is meg tudja tenni. Még csak 22 óra 33 van, megint mi a franc? Tomés vagyok. Ne! Balaj, leszkreppelte? Mi volt ez? Jaj! Jártek köcsögök. Az XP form megint nőtt, bazzak. Ohohoho, össze-vissza futtak. Na gyere ide, barátom! Na, ott a loot. Nagyon szeretek onnan jönni. Hoppá, az is bugos volt, csávó. Kaja volt. Barátom, Sagyi! Már ide jövök talán, eljönnek erre egy kicsit. Az a baj, ott akarnak mindig bejönni. Mindig ugyanott. Átváltok pisztolyra, spórolunk ezzel. Rendőr! Rüelem a rendőr zombikat. Főleg úgy, hogy nem tudom hol van.
Hol vagy, rendőr, bazze? Mi a franc? Mi a franc út bebugult megint? Lehet, hogy kellene acél. Kellene acél, gyerekek, mert baj lesz itt. Hol van, hol van? Úgy van, de szétlőttem a izémet. Szétlőttem a kód, gyerekek. Oh, azt a kell! Gyerekek, van, hogy bebugornak. Jó, hát bírni fogja. Egyedül azt nem tetszik, hogy áh, ez, rám lát zombi. Rám lát fölülről és üdölő. Rám lát a rendőr zombi onnan föntről, amikor jön. És odalő, oda milyen lyukakat fúrtak, dik. Azt mondtátok, nem tűnnek el a lukak, a lutok, úgyhogy... Nyugod vagyok. Megint a rendőr valahol. Nem tudom, ilyenkor honnan lő. Jót futnak le a domboldalon, onnan jönnek most. Megint eltalált. Le kell csolnom mindig a rendőr zombi. Bocs, hogy ennyi lőszert elhasználunk, de meg kell védeni a bázist. Hát, hogy egy kicsit rámegyünk, megpróbálunk egy kis közelharcot. Menj innen, köcsög! Ez sokkal epikusabb ez a harc, mint régen volt. Várja. Gyere ide, gyere, gyere! Te is. Te is. Ez az hülyék. Gyere, köcsög! Ez az, jó, jó vagyunk. Érdekes, hogy kutyák most nem jönnek. Jó, mindig ide jövök, hogy fussanak le teljesen. Mi valam van? Ki ők mit? Aha. Jó az a fegyver. És onnan jönnek, oda nézzük. És tök máshonnan. Attól félek, hogy bebugolnak. Ez mi volt, baza?
Mi az a hang? Na jó van. Keményedik a szitu. Mi ez a hang? Mi ez, madár, bazen? Te Isten! Bugoltak be, bazen! Ritkítsuk őket! Csőjém! Mindig máshonnan jönnek, tök jó! Eskü tetszik. Majd megnézzük, hogy mennyire cseszték szét a bázist. Hadd lássam a fejet! Ma vágjátok szerintem, hogy miért a sörétest preferálom. Iszonyatosan jó. Lél. Amit bebugolt egy. Ó, talán már te hülye. Én akkor mindig behúzódok ide. Mi volt ez a hang? Van, hogy annyira nyomják magukat, hogy egyszerűen bejönnek. Nagyon félelmetes tud lenni. Nagyon pora ez az egész, közben mondom, hogy miért, azért, mert egyszerűen mindig van egy ilyen bizonytalanság, hogy mikor jön az egyik át ezen is csak nyakon. Épp, hogy mindig majdnem elér. Elfogyott az először, gyerekek. Az igen, a csávó fordult egyet, a feje meg úgy maradt, láttátok, gyerekek? Nagyon beteg. Próbált fejmagasságba lövöldözni. Nyugi, nyugi gyerekek. Minden oké. Okay. Bejöttem ide inkább. Ilyen lőszerem ugye iszonyat sok van. Ah, kemény a helyzet. Jó, én lesz úgy bőven.
Mondd, hogy nem para, baze! Mondd, hogy nem para! Istenem! Brutál! Brutál! Nem nagyon merek kivenni, de kifogok, ne aggódjatok. Bug, bug! Bug volt! Bugol, gyerekek! Itt egy katona benne, a földbe. Bugol! Bugol a katona a földbe. Vajátok, gyerekek! Van egy ötlete a Keepernek. Hagyjatok meg szemet, ladak! Égjetek mindjárt, baza! Remélem, a lootok nem égnek el. Új! Milyen volt a Keeper? Nem tudom, mit tudok csinálni ilyenkor. Aha, vizet kell innom, jó. Semmi gond, gyerekek. Többet átadtam, mint használtam szerintem. Nem tudom, hogy került ide. De a hátunk mögött lévő ajtókat is csukni kell azután, bazze. Azt a rohadt élet! A rohadt élet! Úristen! Hát nem vagyok benne biztos, hogy túléljük. Nem tudom, honnan jönnek a zombik néha hátulról. A fics.
Gyerekek! Gyerekek, a következő hordára rengeteg! Mondom... Rengeteg lőszert kell gyártanunk, milliót! Jédes Isten! Lejött! Lejött a csávó, figyeled? Nem vagyok benne biztos, hogy fölöttem nincsenek. Nincsenek innen másik oldalról? Néha, mintha úgy hallanám. Meg kell javítanom. Egyiket talán eltalálom? Kicsi stresszes a helyzet. Valaki megütött, már megint itt van egy csávó. Bebugolnak a betonba, vagy nem tudom. Akár lőszer az, amit nagyon nem akarok használni. Dögöljetek meg mind ma! Ugye kinézek, jó? Kimegyünk egy kicsit. Kimegyünk az AK-ba. Vagyis M4-es, nem AK. Mi a helyzet itt? Szanaszét fúrtak mindent. Valaki köpni készül. Rüellem a madarakat. Jó van. Nyugi. Semmi gond, gyerekek! Mind uraljuk a helyzetet. Az egy kicsit gyűjtő, hogy néha bejönnek, csak így random. Hoppá, ez meghalt. Autobatice. Jó, uraljuk a helyzetet. Kicsit, amikor nem jönnek sokan, akkor próbálom így nem pazarolni először, de nem tudom, hol ütnek. Valahol ütnek. Na, megjöttél? Kis csúnya fejed. Teszünk róla, hogy még csúnyabb legyen. Sávon beszorultod a lol. Amúgy nem rossz, szerintem. Néha történnek fura dolgok.
Ez, hogy néha bebugolnak, ez egy kicsit idegesítő tud lenni, de amúgy nem veszélyes a szitu. Jó volt ez, valaki megütött. Túlkod elmentem? Jó. Ne mondjátok, hogy fullba nyomom a kretén, pazarlom a lőszert. Szerintem a hegyet azt szétfúrták, úgyhogy ezt meg kell erősítenem. Hoppá, ne ugráljál! Gyertek haverok! Ne legyetek bénák! Ne legyetek bénák! Ne basz! Még nem döglött meg, bazen! Húha! Be is jött! Láttad? Levertek egy fákjámat, vagy miért lett ilyen rohadt sötét itt? Arról a téletbe! Kis nyurga öcsém átfutott a izék, az oszlopok között. What? Láttad? Ezek a bangák meg akarnak ott is, figyeld el! De a bázis nem szar, ezt elmondhatjuk, ugye? De néha nem tudom, hol ütnek, mert... És szétlődöttek valamit, ha... mi volt ez? Ja nem, ez belefutott ebbe a csapdába. És honnan jönnek? Az a csávó! Nem van oda akadva. Nyugi van, ver! Nyugi van! Ez az. Bazd! Három óra van, csak túléljük gyerekek, ezt összeszedjük a lootokat. Rohadt életbe, hogy valakik befutkorásznak, nem? Pont oda akartok csapni neki. Ezt meg kell javítani. Gyerek, gyerek, ne legyél buta. Hú, a nő meg befasz... megszorult, epám. És ott a távolban még mindig ott van egy mukucs. Visszavudorunk. Táradásig. Kilövöm a szemedet! Menjünk neki. Várjátok, Molotov koktél nem volt rossz amúgy. Keeper volt hülye. Big Mama már kifúrta a falat, figyel!
Látod? Mennyi, nem tudom mennyi a idője. Alsó durability-je, nehogy az legyen, hogy... Fél óra, gyerekek. Nyugodjál meg! Ne legyél hülye! Még egy szint lépés. Kettő szint lépés, nem rossz. Visszahúzódok, mert sokan vannak gyerekek. Aha! Úgyis be tudnak bugolni, hogyha elesnek. És beesik. Tudom, azt meg tudnám javítani, nem akarom már csak... Pár perc van vissza. El is lőttem az összes lőszerem? De jó. A gyerekek, hát ezt már csak kibírjuk időbe. Okosba. Na, 49. Gyertek, meg gyertek, kis köcsögök! Gyere, gyere, gyere! Jó van, 53. Ott van egy csávó, be van szorulva az izébe. Abba a csapdába. Lehet, hogy nem is csak egy. Na jó, a javításra kell vagy itt a cél. Biztos. Na, 58. 59. Na, kölykök. Oda egy csávó, hallod? Ezt nézd meg, mit csinál. Ha, mi van vele? Leállt a horda, mit akarsz itt? Na, kipittyöget. Haver! Lejárt a horda! Szép! Menj a francba innen el! Ugye ma az itt van, kifogyott. De ez nem. Hát, öcsém, csfacsigák. Na. Tüntessük el a maradékot. Mérjük fel a... problémákat. Oké. Okay. Mi történik itt? Mert itt valami hülyék. Beragadtak. Oda nézzük. Repkednek. Apám. Az mi? Figyelj, csávók azok itt azt hiszik, hogy... Erre hülye vagy. Ha mit csinálsz? A bősz még! Haha! Az hülye sok hülye, hallod, bejött ide azt a lédő, beakadodott. Á, ez nagyon jó volt, ez vicces volt. Na nézzük! Nézzük a lootokat sorba, jaj, végre, végre, vége! Először is. Hát, ha valami nagyon jót kap az Keeper, na várját. Akkor együnk is, nem? Egyébként ezt a Magnum lőszert, vagy ezt a 45-ös lőszert annyira adja is. Scope legyen, tesó, aztán akkor minden oké. Okay. Ez mi? Kesztyű?
Nagyon jó. Izé, ajtó kilincs, gyerekek, a zombiknál mindig van, az vágjátok? Nem értem, hogy miért van nekünk ajtó kilincs mindig. Ajtó kilincs meg kaja. Az mindig kell, hogy legyen náluk. Hoppá, izé tudok csinálni, bazze. Mi ez? Tök jó. Na, ez jó, ez jó. Ennek örülök eddig legjobban. Krumpli meg mit tudom, hatos ilyen akármi. És mi van nekem? Majd megnézzük. De jó. Csak megint egy rohadt szkóp legyen! Ennyi lesz, el fog fogyni és nem lesz izé. Nem, miért nem? Várjál, ki kell pakolnom. Meg át kell nézni, hogy mi történt. Itt már megnézem, hány óra van, gyerekek. Hű, bassz, ez nagyon hosszú videó lett, ez már egy óra, nagyon régóta. Nagyon régóta megy. Na. Ezért kellene itt a kajákat kiszórni, a bolyósokat adott például. El is, ez is, ez is, ez is. Jó. Itt közben scrapelni kellene ezt is. Jó, nem rossz egyébként, tényleg jó, 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 jó volt. Érdekes is volt a horda. Tök jó támadtak, meg frankó volt, néha bebugolt. Az egy kicsit hibának könyvelném. Az összes csapdávat majdnem leverték. És mind ilyen useless dolgok. Ez mi? Speaker. Hangszóró. Majd hallgathatjuk a zenét, gyerekek. Tök jó, ennyi volt. Na nézzük, hogy mi a szituáció. Hát itt végig kell menni mindent megjavítani, de egyébként tök egyben maradt a bázis. Na erre voltam kíváncsi, amikor elmentem be a bázisra, akkor valószínűleg itt ezek elkezdtek. Hát nem. Nem vészes. Nem vészes, gyerekek. Tök jó. Tök jó, egybe maradt minden. Egyedül, ugye ki meg is tudtam volna javítani, hogyha nagyon akartam volna. Ezt az oszlopot itt ide kiütették. Az alatta lévő, azt megnézzük, mennyi volt. Jó? Csak tudjuk, hogy mi a szitu. Ó, hát 9800-on. Hát gyakorlatilag, ugye még ezt is ki kellett volna verjék, hogy bejussanak, vagy a fölötte lévőt. Szóval, ugye mindig ezt a középsőt kezdték el. Jó, hát minden együtt meg kell, itt is sokat ütöttek, de ugye az alsó is még ott van például. Azt még meg se karcolták. Hát, akkor ez így nagyon jó. Az ajtó is tök jó. Minden, hát ezt nagyon jó bírtak. Nem tudom, hogy kerül néha be zombi, valószínűleg bebagol. Hát most ezzel nem lehet mit csinálni, játéktechnikai dolog, ennyi zombit nem tudott lekezelni, azt fogta be, potyogtak. Semmi gond ezzel, ez van. Ja, itt akkor elkészült 280 nap, azzal meg is tudom javítani. Jó van, gyerekek, tök jó. Túléltük a hordát, nagyon tetszett egyébként. Figyeljetek, az első védelmi vonalam se esett el, mondhatni. Amikor bejutottak, akkor az... Sanyika! Mit tűzölsz, pazar? Sanyika! Amikor bejutottak, akkor ugye az más dolog miatt volt. Egyébként, ha csinálna az ember ilyen zomb... Most... Ilyen oszlop erdőt, azért belekeverednek, azt úgy megvannak belevedve, beszorulnak közé, ez vicces. Ebben lehetne kihozni valami védelmi dolgot. Tök jó. Hibátlanul vizsgálott a dolog. Jó, ide be is raktam volna egyet, ezt akkor megjavítom, semmi gond nem lett volna, de hát ugye ezek még fullosak. Úgyhogy legalább még egyszer ennyire kell volna ütni őket. Tök jó, a széken megmaradt. Nem tudok leülni, nem tudok hozni. Nem tudok hosszat jobbni rá, azt akartam elbetűt hosszat. Jó, hát ez ilyen hosszú lett szerintem. Tök, én örülök neki, tök jó lett. Tök tetszik. Itt meg még mindig készül a sok ezer darab cement, de durva ez is. Jó, lett kajánk. Új kaja dolgot, receptet tanultam, ugye? Az mondjuk jó, ez. És ez mi kell? Gomba, potátó, izé, tököm. Ez is nagyon, ez egy jó. Királyoknak való kaja. Tök jó. Csomó fajtát tudok, csak ugye kell, ezeket még nem ilyen sok van, úristen. Azt nézem, hogy... Ez például nem kell ide gomba. De gomba termesztést is mindenképpen akarom indítani, úgyhogy... Jó van, gyerekek, itt voltam a hülye, hogy ilyet, miért ilyet csináltam, nem tudom. Belőle, miért nem ilyet? Szóval van benne ide is, grill rács is. Jó, nem mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet.
Jók legyetek. Következő részben megjön. Hát lehet, hogy nem is neki nagyon bázist javítani. Inkább szeretném minél hamarabb elfoglalni, vagyis elindítani ezt, úgyhogy ezt be kell fejeznünk a kövi részbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, és hiába hoztam órát, így is másfél órás részlet. Köszönöm szépen a figyelmet, tényleg gyerekek. Na, visszafordíthatom, és most már normálisan látszom. Sziasztok!